Az elmúlt néhány évben összesen 25 projekt indult el, vagy fejeződött be Tiszavasváriban. Így a település nagy tervekkel vágott neki a 2022-es évnek is. Befejeződött például több mint 10 kilométernyi közút felújítása. Az infrastruktúrális fejlesztésre még 2020-ban kaptak egyedi kormányzati támogatást. A városban élők számára fontos az egészségügy, ezért két létesítmény is megújul. Az egyik a volt családok átmeneti otthona, itt a Szociális Szolgáltató Központunk kerül majd elhelyezésre, úgyhogy ennek az átadása is hamarosan majd megtörténik, hiszen a kivitelezési munkáknak már a végén vagyunk. A másik pedig a házi orvosi rendelőnknek a bővítése, ami azt jelenti, hogy a régi védőnői épületet ezt lebontottuk, alapjaiból újjáépítjük, két új orvosi rendelő kerül kialakításra, a vérvételi helyünk fog megújulni, parkolók kerülnek kialakításra, és lesz egy mentőpontunk, ami azt gondolom, hogy egy 13 ezer fős település életében óriási jelentőséggel bír. Vannak nagy üzemeink, nagy gyáraink, ott van az Alkaloida, egy veszélyes üzem, és azért nem mindegy, hogy a mentő mondjuk 7 kilométerről távolabbról, vagy 21 néhány kilométerről Nyíregyházáról érkezik, ha baj van, vagy esetleg helyben van a segítség. A tervek szerint ennek átadása áprilisban lesz. A zöld városközpont kialakítása régi vágya volt a városvezetésnek. Erre 2016-ban pályáztak először, de a támogatást csak később nyerték el. 7 elem átadása már megtörtént. Több mint 1000 négyzetméteren megújult a piac. Fedett részeket alakítottak ki, megoldották a világítás és a csapadékvíz elvezetésnek a problémáját, valamint egy 86 férőhelyes parkolót is kialakítottak. A piac mellett egy műfüves focipálya épült, ahol a hatékony edzést öltöző és gazdasági egységek támogatják. Ezt tavasszal vehetik majd birtokba a sportolni vágyók. A projekt keretében kerékpárutat és járdát újítottak fel, valamint növelték a zöld területek nagyságát. A fejlesztési csomag 8. eleme a találkozások házának felújítása. Jelenleg a külső szigetelés és egyéb energetikai, esztétikai felújítások zajlanak. A folyamatos városi igényeket kielégítő fejlesztések egyre vonzóbbá teszik Tiszavasvárit és az itt található gyógyvizes strandfürdőt. Üdülő területet már nem csak magyarok, szlovákok is vásárolnak. A turizmusra ezért egyre nagyobb hangsúlyt fektet a városvezetés. Nemrég a nyíri mezőségben elnyert pályázati forrásból a Fehérszik mellett alakítottak ki parkolót és kilátót. Elindítottunk egy projektet kormányzati támogatással. A turisztikai ügynökség 2020. novemberében járt Tiszavasváriban, és hát a lobbinak és a támogatásnak köszönhetően bejelentésre került, hogy Tiszavasváriban a strandfürdő mellett megvalósulna néhány éven belül egy 50 szobás négycsillagos szálloda. Ennek az első ütemét, ennek a lépését, az első lépését a település már meg is tette és teljesítette, hiszen első fázisban kaptunk egy 100 millió forintnyi összeget az előkészítő munkálatok elkészítésére, elvégzésére. Telekalakításról beszélünk, tervekről, engedélyekről, megvalósíthatósági tanulmányról, közbeszerzésről, és hagyd ne soroljon még mennyi mindenről, mert hát egy ilyen projekt előkészítése az nagyon-nagyon sok munka és nagyon-nagyon sok feladat, de ennek a végére értünk. Közbeszerzési eljárásunk hamarosan lezárul, tehát a kivitelező kiválasztása hamarosan meg fog történni. Ez körülbelül januárra tehető majd, ami azt jelenti, hogy elméletileg akkor meg lesz a projektnek a kivitelezője, de feltételes közbeszerzés került kiírásra, ezért gyakorlatilag akkor fog megvalósulni ez a beruházás, amennyiben a kormányzat hozzáteszi a megfelelő forrást, a megfelelő pénzösszeget. A négycsillagos szálloda felépítése még távoli, de 2023-ban sem maradnak fejlődés nélkül az itt élők. Top Plusban 8 pályázatot nyújtott be az önkormányzat, ebből 2-re már az előleget is megkapták. Az egyik jelentős beruházás és fejlesztés az az élhető település központ kialakítása Tiszavasváriban című Top Plus-os pályázat. Ez 420 millió forint értékben kapott támogatást, 413 millió forint meg is érkezett a számlánkra, mint előleg, úgyhogy elindulnak az előkészítési munkák. A koncepció arról szól, hogy megújítjuk a központi parkot, megújítjuk a takarék előtti parkot, megújítjuk úgymond a görömbei cukrászda előtti parkot, az útép előtti parkot és a gimnázium előtti parkot. Itt füvesítés, zöld terület kialakítása, parkoló átalakítása fog megvalósulni, a központi parkunkat pedig teljes egészében átformáljuk, egy közösségi térré, és hát egy ilyen emlékparká is, hiszen ott található a különböző emlékművek, különböző szobrok.
A már elkezdett külső felújítás után a találkozások házának belső felújítása is meg fog történni, sőt az ifjúsági táborban és az idősek otthonában is hamarosan elkezdődhet egy energetikai felújítás.